ott is megvan a hierarchikus különbség a kettő között. Most ezt nem szokták figyelembe venni. Mehetünk tovább. És nagyon lényeges tartozik, minden megvan a sámán koronákban, az összes nálunk fontos résznek megvan a megfelelő a sámán koronákban. Akkor is, ha fémből, akkor is, hogyha textíliából csinálják. Tehát él az a gyakorlat, akkor is, ha nem tudja működtetni beavató koronaként, de minden lényeges tartozékát őrzi. Miért? Ja, és még meg is nevezi. Tehát mi ezen mit látunk? Geometriai formákat. Igen, ám, de ő megnevezi. És ő már állatnévvel nevezi, vagy valami olyan szimbolikus névvel, amiből kiderül, hogy itt nem textil darabokról van szó. Mindegyik valamit megidéz a mindenség működésével. Mehetünk tovább. És akkor valamit ezekről a csüngőkről. Na most a csüngőkkel kapcsolatban én nagyon dacos vagyok. Amikor először kerültem korona közelbe, rögtön éreztem, hogy csörög. Csörög, zörög nem tartozik a koronához. Most a Révai Péter szöveg több helyen olyan, hogy ez attól függ, hogy én hogy fordítom. Tehát ő fehér köveket ír le, és a csüngővel kapcsolatban. Na most már is kész rá az ér. Révai Péternek nem lehet hinni, mert ma nem fehér kövek vannak. Na de ki mondta, hogy akkor nem azok voltak? Tudnék alul, ha ez tényleg működő szerkezet, ilyen semmiképpen nem lehet. Miért? Mert nem tudja levezetni úgy azt az energiát, amit le kéne vezetni, hogy az ne veszélyeztesse magát a király. Ez csak akkor lehet, ha ez szigetelt. Na most mivel szoktak szigetelni? Középütt egy drót, és akkor ezek az átfúrt gyöngyök. Na most ezek az átfúrt gyöngyök meg ott vannak fönn a koronán, amit meg nem tudnak magyarázni. Tehát mehetünk már is tovább. És akkor a hátsó része, ez a fajta foglási mód, ez megint, hát ez valahonnan Nyugat-Európából származik. Miért? Mehetünk már is tovább. Kiskörös vágóhíd. Tessék parancsolni. Tehát ez már a korai korszakban jelen van, ez a fajta foglalási mód. Semmi szükség nincs Nyugat-Európából, semmit sem kell behozni. Teljesen saját, és ez csak két lépésre van korban visszafelé. Tehát még nem is kell azt feltételezni, hogy közben elveszett ez a tudás. Mi hol veszett volna el? Mehetünk már is tovább. És ez a fajta hát rögzítési mód, tehát ami a jogaromban, nekem kezdettől volt egy olyan érzésem, hogy ezek hosszabbak voltak. Tehát ez itt tudik a helyén van. Ugyanis a jogar kétféle tulajdonságot egyesít. Az egyik az ostor, de ahhoz most ez egy kicsit túl rövid. Tehát nem jön elő belőle az ostor képzet. A másik meg a bunkó. Na most ezt így kettőt együtt, ez a malleus orbis az egyik, a másik meg a flagellum dei. De ezt egyedül és kizárólag a történelemben egy szemére alkalmazták. Tehát ebben a jogarban tulajdonképpen az Attila tulajdonságok egyesülnek. Na most ha én ezt megkurtítom, körülmetélem, akkor már nem tud megjelenni az Attila tulajdonság. Körbe van, tehát körbe egyforma hosszúra. Tehát megint két kérdőjel között, de nagyon lényeges dolog, hogy ez az egész hát aranylánc-szerű, hogy mondjam, helyettesítése az eredetileg, mert ez egyértelmű, hogy nem a lánc volt. Tehát annak teljesen egyértelmű nyomai vannak, a részben ábrázolásokon, mint analógiákon, részben pedig az illesztésnek a módjain. Hát ez teljesen gányolt jellegű, a jelenlegi. Na, menjünk akkor tovább. És ami egyedül úgy tűnik, hogy kizárólagos a Magyar Szent Koronánál, tehát aminek alapján egyértelműen meg lehet mondani, hogy a műhely az hol volt, hol nem volt, tehát hol biztosan nem volt, az úgynevezett karmos foglalat. Na most ez teljesen egyedi. Egyetlen példáját ismerjük. Ezt még azok is, akik mondjuk akadémiai beállítottságok, azok is, ha lábjegyzetben is, de azért elismerik. Ugyanis ez perdöntő. Ez pedig, kérném, most egy párat nézzünk meg ebből, tehát jól látható, hogy ez egy nagyon biztonságos foglalási mód. Tehát itt, mehetünk már is tovább, úgy van. Tehát itt mindennyik típusról ugyanez a foglalási mód. És egyetlen analógia, kérném a következőt, az pedig itt van. Tehát ez az a gyűrű, amit mi láttunk, az úgynevezett harmadik Béla királysírban.
Tehát lehet látni, hogy abban egy teljesen zagyva, kollekcióban, ahol hát olyan dolgok vannak, egy körmeneti kereszt. Nem tudom, érted? Körmeneti kereszt, még abban is egy nagyon alacsony színvonalú. Az betesznek Európa leggazdagabb királynak a sírjába. Tehát itt mondja az ember, hogy ne haragudjatok, hát azért már kicsit igényesebbek lehettetek volna. Tehát, szóval ezek már olyan hihetetlenül alacsony. Ezért ne felejtsük el, minket már sokszor leírtak ám a történelemben. És egyszer pont 1848-ban. Tehát ezzel is le lehet írni egy nemzetet. Hogy azt mondom, a leggazdagabb királyotok, aki tényleg bizánci műveltségű volt, Nyugat-Európából fejedett, tehát az ottani legelőkelőbb családból vett feleséget. Most egy körmeneti keresztet, meg egy olyan kardot, amit soha nem használtak nálunk, és a hóna alá teszik, ugye a csontváznak. Hát ő valahogy így használ. És ráadásul egy súlyosan gerincferdüléses muki van annak a sírja. Miközben leírják róla, hogy fejedelmi alkat volt. Tehát egy hatalmas és egy daliás alkat volt. Na jó. Tehát ha valaki erre kíváncsi, hogy itt mi van összehordva, mert az aztán tényleg egy állatorvosi tehén. Tehát azon minden, ami egyáltalán régészetben, történetírásban elkövethető aljas hazudozás, az úgynevezett székesfehérvári kérdéskör, az minden együtt van. Ezt egyébként székesfehérváriak nagyon nem szeretik, úgyhogy engem oda nem is hívnak, miután egyszer már levetítettem az ide szóló bizonyítékokat, de hát Istenem, nem szeretheti mindenki az embert. Biztos vagy benne, hogy itt sem mindenki, de mindegy. De hát lényeg az, hogy ez kérném szépen még egy példát hoztunk, tehát hogy lehetőleg mindenféle dokumentum együtt legyen. Hát ez egyértelműen ugyanaz. Tehát ez biztosan valamilyen alakváltozatában, ne felejtsük, szét volt fűrészelve, ki van bővítve, tehát lehet látni, hogy itt már egy nagy mahináció volt, de ez a foglalt típus egyedi módon, ez tényleg a koronának a foglalt típus, a karmos foglaltnak nevezzük. Semmi ilyennel nem találkozunk. Tehát amikor van is, akkor is három ilyen drót, tehát ilyesmi van a német-római császári koronán, teljesen más. Másképp kell előállítani, másképp kell felszerelni. És ez egy nagyon biztonságos szerelési mód. Mehetünk tovább. Viszont van egy óriási további előnye. Végjátékhoz érkeztünk egyébként, ez lesz az utolsó képsor. Tehát azt tudnélik, hogy ezt nem lehet kifoglalni. Tehát ha én elkezdem kifoglalni, már török is. Tehát óriási a jelentőség, mert ez jelzi, hogy vannak részek, amiket nem bolygattak meg a Szent Koronán. Mert azért annyira nem volt ostoba az se, aki ártani akart nekünk, hogy olyan nyomokat hagyjon, hát amikből egy óvodás is rájön, bár aztán később rájöttek, hogy már nyugodtan hagyhatnak olyan nyomot, amit akarnak, mert úgy van kitenyésztve már a vezető intelligenciánk, hogy már nem, ő tudja, hogy mit szabad észrevenni, és mit nem szabad észrevenni. Nagyon pontosan, mert erre képezik ki. Na most, rekonstrukciós kísérletek. És ez lesz az utolsó tételünk. Hát ez az, amikor leveszem a felső részt az alsóról. Elvileg lehetne önálló, tényleg lehet. Ezt Ipoly Arnold vette le, tehát ez ő könyvében van, amit hosszú-hosszú várakozás után, 90-es évek, tehát 80-ban volt ez a koronavizsgálat, és csak 90-es évek derekán adta ki, második felében a könyvét. 16 évig kotlott rajta. Most ennek a nagy része egyértelmű, jól azonosíthatóan olyan próbálkozás volt, hogy mi az, amit még egyáltalán ő megfogalmazhat. Tehát már réges-régen kiadta volna, neki már nagyon sok baja volt ám a felsőbsége, ne felejtsük el, Magyar Mitológia című hatalmas művét, azt például saját maga vásárolta föl és elégette. Akkora volt a támadás ellen. Egyszerűen idegileg nem bírta. Egy csoda, hogy maradtak belőle példányok. És aztán kiadta ugye Zajti Ferenc, tehát tudjuk, meg vannak újabb kiadásai. Na most Ipoly Arnold, hát ezt viszonylag híven, ugye lerajzoltam, na most én ilyen koronát föl nem vennék, tehát olyan rosszak az arányai, tehát rögtön látni, ilyen korona soha nem volt, tehát látni lehet, hogy nincs analóg, és ez semmi, tehát lehet látni, hogy ez egy mesterségesen szétszedett teljességnek egy önállóan, hát végül is elvileg mehetne.
De hát semmi példánk nincs rá, hogy ezt valaha is szétszették, vagy valaha is önállóan működött volna. Tehát ha én önállóan terveznék koronát, teljesen biztos, hogy nem ilyen arányokba tervez. Nincs is rá analógia. Egyáltalán nincs rá analógia. Mehetünk tovább. Na most egy kicsit azért őrizzük meg a nyugalmunkat, mert itt most olyan rekonstrukciókat látunk, amik hát azt hiszem, hogy a rekeszizmot tornáztatják. Minden esetre ez Franz Bocknak a javaslata. És Franz Bockról én azért elég sok jót mondtam, már most se fogok sok rosszat. Szerencsétlenek, ezek kész anyagból dolgoztak, hozott anyagból dolgoztak. Tehát ő eldöntötte, hogy apostol, tehát 12. Szafaládé, minimum 20 deka. Tehát ezt nem lehet alább adni. Na most ez egyébként mai napig mérgezi a közgondolkodást, tehát ne felejtsük el, ma is látnak napvilágot olyan közlemények, amelyben ő teljesen biztosra vesz, hogy miután apostolok voltak fönn, tehát itt eredetileg hát 12 kellett legyen. Most ennek semmiféle nyoma nincsen. Tehát egyértelműen kellene nyoma lenni, nincsen. Na mindesetről meghosszabbítja. Itt nem tud mit kezdeni, mert itt van egy lezáró merevítés, ami kettő-kettő közt nincsen. Azt ő egyszerűen elhagyja. Tehát van egy ilyen úgynevezett gyöngydrót merevítés alul is, mert ott befejeződött a 8 apostol. Tehát kettő-kettő, mindegy, alul merevítés van. Na de az kettő-kettő közt nincsen. Tehát ez egyértelmű jelző, de befejeződött. Ennyi volt. Tehát ezek egyértelmű bizonyítékok ám. És hát mondom sem kell, hogy alatta semmi nyoma nincs a túlfutó részen annak, hogy ott volt hát akár foglalat, aminek nagyon kemény nyomai vannak. Hát tudjuk, milyen egy ilyen nyom, mert amikor hátulról leszerelték a jelenlegi ilyen a jelenleginek ugye a foglalatát, akkor lehet látszott mögötte az eredeti foglalat forrasztása. Tehát ez nem lehet csak úgy eltüntetni. De egy semmi nyoma nincs. Se filigrán forrasztásnak, se foglalatforrasztásnak, tehát teljesen biztos, hogy alatta nem volt soha további apostolkép. Ezt nyugodtan, kijelentő módban, sőt felkiáltó módban lehet közölni. De őt ez nem érdekli. Tehát ő szépen kiegészíti. És itt pedig, hát ez nagyon dekoratív, óriási. És hát nincs rajta kereszt, mert elhitették vele, hogy utólag fúrták át. Na, most ez egyébként egy bizantinológus szakember, és ráadásul zománcra szakosodott. Hogy képzeli el, hogy utólag egy rekeszzománcot megfúrnak? Hogy? Hát úgy, hogy ez volt az ukáz. Tehát teljesen lehetetlen. Na most ez tényleg mici sapka. Tehát ha valaki ezt így képzeli, ez sem sábezdekli. Teljesen egyértelmű. Tehát ezt most, ha piros, akkor viselheti, tudom én, érsek, vagy bíboros, hát ettől bíboros. Ha pedig fehér, akkor viselheti pápa. De magyar király nem viselheti. Bocsánat, magyar király sábezdeklit nem viselhet. Egyelőre. Na, akkor mehetünk tovább. Tehát ez volt Bock. Ez Karácsonyi János. Ezek érdekes módon még mindig a legtisztességesebb koronakutatók. Karácsonyi János. Tehát ő volt az, aki kimutatta, hogy a koronaküldés, a Hartwig-féle Szent István legendában, ez egy utólagos betoldás. Tehát vigyázat, ő egy nagyon-nagyon jó szemű, jó szándékú klerikális személyiség volt, és az egyházi dolgokkal meg hát hivatalból teljesen tisztában volt. Tehát egy tiszta látású és jó szándékú valaki volt. Tehát szerencsétlen, hát azt mondja, hogy ha egyszer volt külön latin korona, akkor ezt vegyük komolyan. És akkor ne törődjünk itt apróságokkal, mert akkor ez nyilvánvalóan egy teljesen külön szerkezet kellett, hogy legyen. Miután a magyar csak kisebb lehet, mint a német, mert szerencsétlen ebben nőtt föl. Tehát ez nyilvánvalóan nem lehet zárt korona, hát ennyit ő pontosan tudott. Hát akkor csináljunk a felső korona részből egy nyitott koronát. Tehát a keresztpántból abroncsot megcsinálta. Természetesen 12 apostolból. És akkor nem sokat lacafacázott, mert itt nincs a kettő-kettő között szükség drágakőre, hanem egyszerűen egymás mellé tette őket, és kapott egy ilyet. És hát mindesetre, miután nincs alsó rész, tehát a felső pantokrátor teszi ide. Tehát gyönyörűen kiszerkesztette. Hát ennyit erről, mehetünk tovább. Na ezt csak azért mutatom be, nem azért, hogy őket kiciklizem, ez lett a legáltalánosabban elfogadott, ez meg Ipoly Arnold saját javaslata.
ami azt jelenti, hogy a 12-nek kell lenni, tehát itt nincs mese, itt van 8, és akkor 2-2 közé oda beteszi. És miután hát valaminek össze kell ezt tartani, hát ez persze az abroncs lenne a mai, na de hát abroncs nem lehet, hát az Dukász Mihály küldte, mint tudjuk. Tehát akkor mit csinál? Hát egy ilyen merevítő szerkezetet csinál itt is, aminek semmi nyoma nincs. Hát azért tessék végig gondolni, ennek milyen nyoma kellene legyen a keresztván belső részén. Hát itt forrasztanak. Semmi nyoma nincs, és akkor itt egy ilyen vékon kis valamit odarak, ami azért összefogja. Most ilyet soha a művészet történet során nem csináltak. Tehát ez maga az abszurdum. Tehát ez már nem is mici sapka, mert ez egyszerűen nevetség. És bármilyen furcsa, már is menjünk tovább, ezt fogadták el. Tehát tessék megnézni, itt van a bazilikának, a főoltára, azt hiszem ez a maga a főoltárkép, ez Benczúr Gyula. Tehát tessék megnézni, mi van itt szépen letéve, itt van kinagyítva. Tehát Szent István koroná, amint éppen fölajánlja, hát ez az utálkozó arckifejezéssel arra vonatkozik, hogy nem az eredeti, hát nem, ez ilyen. Tehát, és jól azonosíthatóan, na menjünk is tovább, mert még hozzászokunk. Akkor itt van egy másik, ez meg a parlamentben van. Hát itt éppen koronázzák vele Szent István, tessék meg. Na azért látni azt, tehát pontosan lehet látni, itt erről van szó, nincs alsó része, itt van 2-2 között, ott lapul a maradék 4, ugye? Ugye Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Júdás, tehát valószínűleg Júdás is ott van, csak most éppen nem látjuk. Mehetünk tovább, úgy van, és akkor ez meg maga Stróbl Alajos. Megint a Szent István bazilika, ott van a bejárat fölött, tessék megnézni, hát itt aztán nem lehet mellé beszélni. Tehát itt összefogott minden lehetőség, szerint a Szent Koronát szedjük széllyel. És miután ez volt a legtetszetősebb, na most amit még nem is vetitek, mert most már arra nem is lenne idő, de nem is mentünk le ezért Székesfehérvár. Hát Székesfehérvár ott van Szent István lovas szobra. Mit tetszik onnan? Mi van a fején? Hát ez a korona. Na, le lehet menni, le lehet fotózni. Hát ezért az nem mentünk le Fehérvár, mehetünk tovább, mert a félek már megvernek, ha lemegyek. És akkor az utolsó példa, hát ez a leggyönyörűbb egyébként. Ez az az amerikai muki, ez Kellehernek írja a nevét, ezt mindenki tudja, Kellérnek kell kiejteni, és úgy volt amerikai, ahogy én mondjuk, tudom én, palesztin. Tehát, de miután ő volt az, aki hát ott volt éppen, nézegette a koronát, mondták, jól áll neki, foglalkozz vele. Tehát, és akkor publikált, sőt, doktori disszertáció lett belőle. És természetesen, hát ugye Vatikán jóváhagyásában, de hát ezt már csak zárójelben merem mondani. Na most ő ezt szépen könyvfedélnek minősítette, de hozzáteszem, még ebbe se volt önálló, mert valamikor ezt azt hiszem, a Czobor volt az, aki a millennium körül már fölvetette ezt az ötletet. Biztosan fölvetették már, most hogy ez Czobor volt vagy nem, az más kérdés, mert az meg nem volt olyan jelentős koronakutató, hogy most itt külön hivatkozzam rá. De egy biztos, ez már Magyarországon magyarul megfogalmazódott. Na most erre nincs hivatkozás, ő rá van hivatkozás, innentől kezdve csak kell értás, és minden esetre tessék megni, ő pontosan tudja, ő mindent a helyére tett. Nem tudom, onnan olvasható-e, vagy mondjam-e, ez itt Szent Péter, ez itt a James, ez itt Jakab, ugye? Akkor ez itt Mátyá, kicsoda, Máté, ugye? Ez Pál, miért így csak? Ez András, ez itt Fülöp, ez itt kicsoda? Ez a kisebb James, ez meg, bár lehet, hogy ez a nagyobb James, mert ugye itt van János. Akkor itt van Bertalan, itt van Taddeus, itt van Simon, ott meg Tamás. Hát ő tudja, nagyszerűen tudja. És akkor itt meg középen, hát itt van a Krisztus Pantokrátor, sőt, ő még azt is tudja, hogy mi volt felírva rá. Szépen latinul, azért ezt becsüljük már. Azt mondja, hic liber a Stefano rege, tehát ez a könyv István királytól, et Kiszla regnát, Gizella nem maradhat ki, az természetes. És Gizella királynőtől, micsoda ez? Operatus et datus. Hát az, hogy ezt az már nem fért ki neki. Tehát készítette és adományozta. Most ugye el tudom képzelni, hogy Gizella és István készíti éppen ezt a könyvet. Ugyanis ez nem azt jelenti, hogy készíteti, annak is megvan a latin megfelelője, hanem ez azt jelenti, hogy ők bütykölik éppen a könyvet. Jó, menjünk tovább. Nem is fogom, alsót már nem is olvasom el. De gyönyörű, mert hivatkoznak rá ma.
akadémia van, menjünk tovább, menjünk. Parancsoljon. Tehát ebben az a gyönyörű, hogy ha ezek így mennek, persze leszerelik róla a többit, és akkor ezt fölteszik egy ilyen, hogy hívják rá. Na most itt jön a poén, kérem a következőt. Holott pedig már, ja bocsánat, nem holott, mert ezek későbbiek, most már elnézést a gyors kapcsolásért, de már korábban is fölmerült, tehát nem ez a kép, ami Kellér előtti, hanem a megállapítás, aminek Csomor rajzos formát adott. Nem tudom, így most már követhető-e. Na, nehogy már pontatlanul fogalmazom. Tehát már Varjú Elemér, aki a Nemzeti Múzeumnak volt egy időben igazgatója, már megállapítottak így közelről, mert egyszer már így kitették. Ugye 38-ban az eukarisztikus kongresszus idején nagyon rövid időre, nagyon ellenőrzött körülmények közt tudták vizsgálni. És akkor ő már megállapította, amit aztán Csomor Lajos lerajzolt, hogy maguk a képek is hajlottak. Na most mit tett ehhez hozzá Csomor? Mert Csomornak itt is van érdeme, hogy tudnélik, megvizsgálták nem magán a Zománsz képen bizonyítható, hogy ez eredetileg is hajlított felületre készült, hanem a foglalaton. Mégpedig a foglalatonak is az oldalsó lemezén. Mert ha azt ilyen irányban, tehát eleve már úgy vágták ki, akkor az egy domború felületre készült. Ha az egyenesen van vágva, akkor az sík felületre készült. Na most egyértelmű, hogy mindegyiknél ilyen ívesen van, köszönöm szépen, és amikor mégis egy-egy részen utólagosan síkká alakult, akkor ott ez így behajlik. Tehát azt hiszem, valamelyik képen itt lehet is ezt látni, lehet, hogy éppen azt nem fogom. Kérem a következőt? Igen, hát ez utolsó képünk. Tehát lényeg az, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez domború felületre készült, tehát szó se lehet róla, hogy könyvborítón szerepelt volna. De szerepel mai napig is a szakirodalomban, hivatkoznak rá. És egyik kacsa, amelyik itt röpköd a levegőben. Hát én nagyon örülök, hogy végül is be tudtuk fejezni, mert így most a menetrend szerint tudjuk folytatni. Köszönöm a heroikus figyelmet, és elbocsátok.